Miután Jézus befejezte a 12 tanítvány útbaigazítását, továbbment a környező galileai városokba. Tanította az embereket és hirdette az örömüzenetet. Bemerítő János a börtönben hallotta Messiás tetteiről, ezért elküldte hozzá néhány tanítványát, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki mindazt, amit hallotok és láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, halottak támadnak föl, és a szegényeknek az örömüzenetet hirdetik. Boldog, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. Amikor bemerítő János tanítványai elmentek, Jézus ezt mondta róla az összegyűlt sokaságnak. Azért mentetek ki a pusztába, hogy széltől hajlongó nátszálat lássatok? Vagy talán azért, hogy egy drága ruhába öltözött férfit lássatok? Hiszen akik drága ruhákban járnak és kényelemben élnek, azok a királyi udvarban és palotákban laknak. Akkor miért mentetek ki? Kit akartatok látni? Talán egy prófétát? Bizony valóban prófétát láttatok, sőt azt mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Mert János az, akiről ezt mondja az írás. Elküldöm hírvivő követemet, aki előtted fog menni, hogy utat készítsen a számodra. Igazán mondom, hogy azok között, akik asszonytól születtek, bemerítő János a legnagyobb, Isten királyságában azonban a legkisebb is nagyobb nála. Bemerítő János megjelenésétől kezdve Isten királysága erőteljesen terjeszkedik, és sokan teljes erejükkel igyekeznek, hogy bejussanak. Mert a mózesi törvény és a próféták is mindannyian addig prófétáltak, amíg bemerítő János a színre lépett. Ha készek vagytok elfogadni, akkor tudjátok meg, hogy ő az a bizonyos Illés, akinek az eljöveteléről a proféciák szóltak. Akinek van füle, hallja meg! Mihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Olyanok, mint a piac téren játszó gyerekek, akik így kiáltanak egymásnak. Táncnótát furuljáztunk nektek, de nem táncoltatok. Síratót énekeltünk, de nem sírtatok. Mert eljött bemerítő János, aki böjtölt és nem ivott bort. Erre azt mondták róla, hogy gonosz szellem lakik benne. Azután eljött az emberfia, aki ugyanúgy evett és ivott, mint mások. Róla meg azt mondják, nézzétek, milyen falánk és részeges. Vámszedőkkel és bűnösökkel barátkozik. Ezzel maguk bizonyították a saját ostobaságukat azok, akik ilyenféle bölcsességeket szoktak mondani. Ezután Jézus szemrehányást tett azoknak a városoknak, amelyekben a legtöbb csodát tette, amiért nem hittek neki, nem változtatták meg a gondolkodásukat, és nem tértek vissza Istenhez. Jaj neked, Korazin népe! Jaj nektek, Bétsaid alakói! Mert ha Tírusban vagy Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok már régen zsákruhában és hamuban ülve megbánták volna a bűneiket, igazán mondom nektek, az ítélet napján Tírus és Szidón népének tűrhetőbb lesz a sorsa, mint a tiétek. És ti, Kapernaum lakói, azt hiszitek, hogy az égig fognak magasztalni titeket? A halál országába fogtok süllyedni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyeket ti láttatok, megmaradt volna mind a mai napig. Igazán mondom nektek, Sodoma népének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. Jézus ezt mondta. Dicsőítelek, Atyám, menny és föld ura, hogy ezeket elrejtetted a bölcsek és okosak elől, de megmutattad azoknak, akik olyanok, mint a kisgyermekek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Atyám mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya. Senki más nem ismeri az Atyát, csak a fiú. És azok, akikkel a fiú meg akarja ismertetni őt. Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe. Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok.
s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok, akkor meg fogtok nyugodni, mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű. Akkoriban Jézus a tanítványaival együtt egy gabonaföldön ment keresztül. A tanítványok éhesek voltak, ezért kalászokat téptek le, és a gabonaszemeket eszegették. Történetesen éppen szombat volt. Amikor a farizeusok ezt meglátták, így szóltak Jézushoz. Nézd csak, mit tesznek a tanítványaid, a törvény szerint szombaton ezt nem lenne szabad. Erre Jézus ezt kérdezte tőlük. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor ő és a kísérői megéheztek? Bement Isten házába, és embereivel együtt megette az Istennek felajánlott szent kenyereket. Pedig ezeket a törvény szerint sem neki, sem a kísérőinek nem lett volna szabad megenniük, csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatonként a papok a templomban nem tartják be a szombatra vonatkozó parancsot, de mégsem vétkeznek? Igazán mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál. Ha megértettétek volna, mit jelent ez, irgalmasságot akarok tőletek, nem áldozatot, akkor most nem ítéltétek volna el azokat, akik semmi rosszat nem tettek. Mert az emberfia úr a szombat ünnepe fölött is. Jézus ezután a zsinagógájukba ment. Volt ott egy bénakezű férfi. Megkérdezték Jézust. A törvény szerint szabad-e szombaton gyógyítani? Azért kérdezték ezt, hogy megvádolhassák. Ő azonban ezt felelte. Ha valakinek közületek szombaton gödörbe esik az egyetlen báránya, vajon nem húzza-e ki azonnal? Az ember pedig sokkal értékesebb, mint a bárány. Tehát szombaton is szabad jót tenni. Ezután a beteg férfihoz fordult. Nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta a kezét, amely azonnal meggyógyult, és éppen olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok ekkor kimentek a zsinagógából, és elhatározták, hogy végeznek Jézussal. Jézus azonban tisztában volt vele, hogy mit terveznek ellene, ezért elment onnan. Sokan követték, ő pedig minden beteget meggyógyított. Azt azonban szigorúan megparancsolta nekik, hogy ne terjesszék a hírét. Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott. Nézzétek szolgámat, akit választottam, akit szeretek, akiben én gyönyörködöm. Betöltöm őt szellememmel, és igazságosan fogja ítélni a nemzeteket. Nem vitatkozik, nem hangoskodik, s hangját nem hallják az utcákon. A megrepett nátszálat nem töri el, a pislákoló mécsest nem oltja ki, amíg győzelemre nem viszi az igazságos ítéletet. S benne reménykednek majd az Izraelen kívüli nemzetek.